Minden tanév elején tanévnyitó konferenciát tartanak megyei szinten, amelynek célja, hogy az új tanévre vonatkozó változásokat áttekintsék az intézményvezetőkkel és fenntartókkal. Idén fontos változást vezettek be a köznevelési információs rendszerben. A fejlesztést egy szakmai ellenőrzés előzte meg, a célja pedig az, hogy kevesebb adathiba kerüljön a rendszerbe. Ennek kapcsán ugye egyrészt összekapcsoljuk a szeptember első felében a BM lakcím és személyadat nyilvántartását a kérrel, és ennek kapcsán a tanulók, a pedagógusok személy adatai, neve, anyaneve, születési éve, helye, továbbá lakcíme, ugyanez a tanulókra vonatkozóan is, majd a BM lakcím nyilvántartásba fog mindig beemelődni a kérbe. Ezzel biztosítjuk azt, hogy 100% pontossággal meg fog egyezni minden személy esetében a kívül levő négytés adatkör. Fontos változás, hogy kivezetik a többszörös oktatási azonosítót a rendszerből. Jelenleg 30 ezer pedagógus érintett felsőoktatási intézménnyel valamilyen jogviszonyban. Tehát van felsőoktatási hallgatói azonosítója és a KIR-ben pedagógus azonosítója is. Számos olyan fejlesztés is elkészült az új tanévre, amelyek közvetlenül érintik a diákokat. Nagyon komoly az oktatási infrastruktúrának az informatikai fejlesztése. Ez jelent mintegy 100 ezer informatikai eszközt, amely vagy az előző hónapokban érkezett meg, vagy a még előttünk álló néhány hónapban érkezik meg az iskolákba, illetve a szélesebb internetbekötéseknek az időszakát éljük most. Összességében 26 milliárd forintot költ arra a magyar állam EFO, GINOP, illetve költségvetési forrásokból, hogy minden állami feladatellátási helyen szélesebb internetbekötés történjen meg. Emellett folyamatosak az energetikai felújítások is országszerte, így a nyíregyházi intézményekben is. Idén 5 tornaterem felújítása fejeződik be Nyíregyházán, amellyel az önkormányzat nagy lépést tesz egy kiváló oktatási feltételek megteremtése felé. De nagyon fontos azt hiszem az is, hogy most szeptemberben, a jövő héten 4500 alsós tagozatos kisiskolás kap egy tanszercsomagot az önkormányzattól, de mondhatom azt, hogy az önkormányzat úgy gondolja, hogy a jó oktatás, a kiváló oktatás az a város jövője szempontjából elsődleges. Ezért vonja be az önkormányzat az iskolákat a városi nagy rendezvényekbe is, amelyeken egyre többen vesznek részt aktívan.